630. nap. Tegnap sok frissítés érkezett Avdiívka irányából. Itt az orosz erők kemény ellenállásba ütköztek a régió északi részén. A támadó hadműveletük folytatása érdekében elkezdték a fókuszt áthelyezni délre, hogy találjanak egy gyenge pontot. Először is ma megerősítették, hogy az ukrán erők visszaverték a Stepova elleni legutóbbi orosz támadásokat. Legutóbb arról számoltunk be, hogy az orosz erők fokozatosan kritikus mennyiségű erőt gyűjtöttek össze, és támadást indítottak azzal a célral, hogy elfoglalják a települést. Bár az oroszok elérték a külterületet, végül a teljes rohamosztagot megsemmisítették. Ez lehetőséget adott az ukrán erőknek az ellentámadásra. Mivel az oroszok elvesztették a vasútvonalak mentén koncentrált erőiket, a Stepova előtti fasorok a szürke zónába kerültek. Az oroszok a sínek mögé húzódtak vissza, hogy a fasorok kereszteződésében található fő erősségre támaszkodjanak. A nemrégiben közzétett geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az ukránok pontosan erre a megerősített pontra összpontosították a tüzet. Az ukrán drónoperátorok észrevették, hogy az oroszok új fedezéket hoztak létre, és kamikáze drónokat küldtek ennek felszámolására. Azok az oroszok, akik túlélték a támadást, a pozíciótól keletre menekültek. Amint az később kiderült, a legközelebbi, korábban megsemmisült eszközt találták meg, ahol megpróbáltak elrejtőzni. Az ukrán drónoperátorok azonosították ezt az óvóhelyet, és kamikázett drónokat küldtek közvetlenül a jármű belsejébe. A videó alapján egyértelmű, hogy az oroszok elhagyták az árkok egy részét, azt azonban nem tudjuk, hogy az ukránok átkeltek-e a síneken, hogy visszafoglalják ezeket. Egyes orosz források azt állították, hogy az orosz erőknek sikerült bejutniuk a vegyi üzem területére. Miután többször bombázták az üzemet FAB 500-as légibombákkal, az orosz erők állítólag jelentősen meggyengítették a védelmet. Ezek után gyújtóbombákkal bénították meg az ukránokat, lehetetlenné téve számukra a szabadban tartózkodást. Ezt követően behatoltak az üzem területére. Az ukrán harcosok cáfolták ezeket az állításokat, és arról számoltak be, hogy a vegyi üzem fokozott védelem alatt áll, és az oroszok még csak a közelébe sem tudtak jutni az üzemnek. Ehelyett az agresszor egy légi csapásra tett kísérletben elvesztett egy Su-25-ös vadászgépet. Összesítve az elmúlt egy hónapban az oroszok immáron 8 repülőgépet veszítettek el közvetlenül Avdiivka felett. Ráadásul az ukrán vadászgépek rengeteg videót tettek közé, amelyeken az látszik, hogy hogyan veszik célba az orosz erőket a vegyi üzem előtt. A 110. dandár egyik ukrán drónoperátora bemutatta, hogyan vadásznak drónjaik orosz eszközökre, és hogyan rombolják le a lőállásokat a terikonon. Az egyik videón egy ATGM állásnak látszó, míg egy másikon egy megfigyelő pontnak tűnő objektum megsemmisítése látható. Az árnyék névre hallgató támadó drónkülönítmény vadászai szintén aktívak voltak a térségben, és kiiktatták a meddőhányon tartózkodó ellenséges katonákat. De az oroszok legnagyobb rémálma a nehéz oktokopterek, amelyeket Baba hívnak. Ezek a drónok sokkal nagyobb erejű robbanóanyagot hordoznak, és egy csapással képesek egy egész osztagot megsemmisíteni. Ezért az oroszok hajlamosak a saját drónjaikat is belevezetni, abban a reményben, hogy azok lezuhannak. Általában az oroszok hiába veszítik el a drónjaikat, az oktokopterek gyakorlatilag sértetlenek maradnak. Orosz források arra panaszkodtak, hogy az ukrán drónok egyszerűen tarthatatlanná teszik a kontaktvonalat az orosz erők számára. Ez nem meglepő, hiszen az oroszok nem tudják megvédeni erőiket elektronikus hadviselési rendszereikkel. Az ok, hogy miért nem tudják csökkenteni az ukrán drónok által jelentett fenyegetést, kettős. Először is a Krasnohorivka körüli orosz hídfőállás túl messze van a Donetszki és Makiivkai fő orosz bázisoktól, így a drónok elhárítása elektronikus hadviselési rendszerekkel ilyen távolságból gyakorlatilag lehetetlen. Másodszor az ukrán erők tisztában vannak azzal, hogy a drónkezelők mozgásszabadságának biztosítása a védelmi műveletek elengedhetetlen része, ezért az ukrán különleges erők fokozottan figyelik a területet, és prioritásként kezelik a Krasznohorivka közelébe érkező orosz elektronikai hadviselési rendszerek megsemmisítését. Eközben az orosz drónkezelők tapasztalatai ezzel teljesen ellentétesek mivel nagyon közel tevékenykednek az ukrán erődítményhez, nagy teljesítményű elektronikai hadviselési rendszerekkel állnak szemben, és tömegesen veszítik el a drónjaikat. Tegnap orosz források egy videót tettek közé, amelyen az látható, hogyan próbálják összeszedni az elveszett drónjaikat a fűben. Összefoglalva elmondható, hogy az ukránoknak sikerült stabilizálniuk a helyzetet a régió északi részén, kihasználva egyik legfontosabb előnyüket. Azáltal, hogy az ukránok a főerősségükhöz közel tevékenykednek, gyakorlatilag büntetlenül használhatják a támadó drónokat. A standard tüzérségi lövedékekkel ellentétben a drónok irányítottak, és dinamikusan lehet velük célba venni az ellenséget. Ahogyan a Stepove térségében készült videókon is látható, a fedetlen lövészákokat tartó orosz katonák nagyon gyorsan elhagyják az állásaikat, mert tudják, hogy ha maradnak, a túlélési esélyeik a nullához közelítenek. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.